az, hogy valakinek megváltozott vagy eltűnt a szaglása, egy eddig is létező probléma volt, a koronavírusnak köszönhetően azonban megszaporodott az ezzel a panasszal jelentkezők száma, mondta el dr. Tamás László, a fülorr-gégészeti és fejnyaksebészeti klinika igazgatója. Gyakran előfordul, hogy a páciensek tompábban vagy egyáltalán nem érzik az illatokat, sokan pedig kellemetlen, bűzös szagokat kezdenek érezni. Mindkét jelenség kivizsgálást igényel, amennyiben 3 hétnél hosszabb ideig tart, mondta az igazgató, kifejtette továbbá, egyelőre nem tudni biztosan, miért okoz a koronavírus fertőzés szaglásvesztést. Elképzelhető, hogy a vírus betapad az orr- és orrgarati nyálkahártyába, ami szaglóreceptor sejtkárosodáshoz vezethet. Valószínű, hogy a vírus nem direkt módon hat a receptorsejtekre, azok inkább a környező sejtek pusztulása következtében károsodnak. Ez okozhatja, hogy az első tünet sokaknál a szaglásvesztés, magyarázta dr. Tamás László, egy másik teória szerint az idegrendszerbe bejutva a szaglópályákat támadja meg a fertőzés, az eddigi eredmények azonban inkább az előbbi elméletet támasztják alá, minden esetre azoknak, akik szaglásvesztést tapasztalnak, egy külön terápiával tudnak segíteni a Semmelweisen működő szaglásambulancián. Először egy részletes fülorr-gégészeti vizsgálatot végeznek, ha ekkor nem találnak elváltozást, akkor egy szaglástesztet is elvégeztetnek. Ennek során egy komplex mérőeszköz segítségével szaglásküszöböt, szagmegkülönböztetést és szagfelismerést is vizsgálnak. A körülbelül 45 perces vizsgálat után minden beteg egy úgynevezett TDI pontszámot, threshold, discrimination, identification, kap, amely alapján besorolják, hogy normál szaglású, csökkent szaglású vagy szaglását vesztette. Utóbbi két esetben szaglástréninget javasolnak a betegnek, a szaglástréning lényege, hogy a páciens minimum 12 héten át naponta kétszer koncentráltan olyan alapillatokat szagoljon, mint a virág, a fűszeres vagy gyümölcsillat, felidézve azok eredeti érzetét, ismertette dr. Kraxner Helga, az ambulancia vezetője, hozzátette, a tréning időszak végeztével ismételt tesztet végeznek a terápiás eredmény értékelésére. Eddigi tapasztalataik szerint szaglástréninggel lényegesen javítható, illetve akár vissza is állítható a szaglás. A tréning alkalmazásával egyéb eredetű szagláscsökkenés esetén traumás, vírusos, ismeretlen eredetű, kedvező tapasztalatokat szereztek, és úgy tűnik, a módszer hatékony az új típusú koronavírus kiváltotta szagláscsökkenés esetén is, mindehhez azonban arra is szükség van, hogy a betegek mielőbb jelentkezzenek a kezelésre, és minél hamarabb el lehessen kezdeni a terápiát. Az ambulancia egyelőre heti 3-szor, kedden, szerdán és csütörtökön fogad betegeket, de szükség esetén a rendelési időt bővíteni fogják. A páciensek fülorr-gégészeti szakrendelésről vagy házi orvosi beutalóval érkezhetnek, emellett az egyetem post-covid ambulanciái is küldhetnek ide betegeket. Thank you.